Kovács Árs Klári következik. Szeretettel köszöntöm újfent kedves minnyájukat, most már a saját nevemben állok itt a színpadon. Talán sokan tudják rólam, hogy 12 évig Vitéz Molnár V. József segítője lehettem, és hála jó Istennek nagyon sokat tanulhattam is tőle. És itt állunk ezen a szent helyen, és olyan hősökre emlékezünk, akik tényleg méltán kell, hogy kivívják, vagyis már ki is vívták az elismerésünket. És úgy gondolom, ha Jóska bácsi közöttünk lenne még testi mi voltában is, mert lelkileg itt van velünk, az biztos, most ő is itt állna a színpadon, és szólna önökhöz. Hát most nem merem magamat az ő helyébe hát képzelni, igen, de nem merném ezt a bátorságot venni, de azokat a gondolatokat feltétlen megosztanám önökkel, amiket oly sokszor hallottam tőle. Ugyanis a magyarságnak nem voltak forradalmai. Két forradalmunk volt, az egyik az a őszi rózsás, illetve a Tanácsköztársaság 133 napja, mert hogy Jóska bácsi azt az éles különbséget tette, hogy a forradalom az felfordulást, felforgatást hoz, az mindig egy gondolat, egy ártó gondolatmenetből az emberekre, az isteni rend megdöntésére való törekvést próbálja, és ezáltal próbálja az embereket az utcákra vinni. Míg a szabadságharcok, azok egy nemzet lelkéből, egyszerre, egy időben, az Istentől kapott üzenet vagy érzés által a felszínre törve, egyszerre mozdulnak meg, és az isteni rend visszaállítására törekednek. Ha azt halljuk, ugye, hány szabadságharcunk volt, a Bocskai szabadságharc, a Rákóczi szabadságharc, ezek mind-mind szabadságharcok. Fura is lenne a fülünknek azt hallani, hogy Bocskai forradalom, vagy Rákóczi forradalom. És mikor jön be először a köztudatba? Az 1848-49-es év után, amikor a kiegyezésnél már a liberalizmus is bizony beférkőzik a tudatba, már beúsztatják, hogy 1848-49-es forradalom és szabadságharc. És 1956-ot már nagyon sokszor csak, idézőjelbe téve, úgy halljuk, hogy forradalom. Mert addigra ez a történelem hamisításnak egy bizonyos lehetősége, így évek, évtizedek, évszázadok múltán. És nekünk, mai hű magyaroknak tudnunk kell a gyönyörű nyelvünket használni, értelmezni, és mindent a megfelelő helyen és időpontban alkalmazni. Úgyhogy bizony, 1956-os szabadságharcunk, és Budaházi Gyuriék, mint szabadságharcosok kell, hogy a szívünkben, a lelkünkben éljenek, és a Jóisten segítségével hiszem, hogy mi hamarabb már itt közöttünk is lehetnek, majd imáimban benne vannak, és szerintem sokunk imájában, és Jóska bácsi meg onnan föntről biztos, hogy segít, és mindezt mi hamarabb már a saját szemünkkel láthatjuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.